webshop és olcsó játékok a leírásban. Mozog ez a létra, ajaj. Na igen, és ott fenn van egy kapcsoló, de hogyan megyek fel? Oda fel akarok jutni. Valahogy. És valahogy biztos, hogy meg lehet oldani, hiszen nem véletlen van ott, nem mond már. Ah, lehet, hogy kapaszkodni kell. Ah, aha, igen, itt egy. Na, újabb kérdés, bocsi. Oda valahogy fel kéne jutni. Na most... megpróbálkozok vele. Menj, gyere, 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 te kis szitakötő vagy, nem tudom. Ez a szitakötő is rohadt nagy. Nem akkora, tehát most lehet, hogy az, amit az előbb láttunk pók, az egy nagy pók volt. Mondjuk madárpók, vagy keresztes pók. És a keresztes pókhoz képest, vagy a kaszás pókhoz képest, ez mondjuk egy szúnyog. A hangjából ítélve. De miért ilyen nagyok ezen a helyen a rovarok? Mert ahogy látjátok, ez rohadt nagy. Ez a szúnyog, de ott az a hulla, amit eszik éppen, körülötte vannak nagyon pici legyek. Azok miért nem baszott nagyok? Kérdezem én. Újabb kérdés, ami felmerült bennem. Nos, azt fogjuk megpróbálni, hogy mi van akkor, hogyha ráugrok a lábára, ugye, mert most rá kell ugrani majd a lábára neki. De elbasztam. És azon is tudom, hogy ez milyen rovar igazából, hogy szitakötő vagy szúnyog vagy mi. És ki undorodok tőle, hogy mozog az a láb ott a földön. Undorító. Fúj. Nem szeretem. És újabb a gépes rész. Újabb egy, szóval egy újabb, nem újabb egy. Valami tolólap van, vagy nyomó izé. Oké, akkor azt innen elhúzzuk. Fölugrunk oda a létrára. Másszál csak. Na itt már ezt tök jól kitapasztaltam tegnap hosszú idő alatt, hogy olyan kell ezt megoldani, úgyhogy most megkívélek titeket, szóval. Egyszer ez így. Így. Ez valami gőzzel működött gép egyébként, na mindegy. Így. Hát lehessen ugrani, oké. Okay. Bekapcsolod. Van egy ilyen hülye hangot. Ilyen kürt hangot. Ide tolod. Azt a kereket. Hozod. Az a kerék egyébként ég, tehát füstöl látszik. És elsőre megvan ez a kerék, tök jó, ügyes vagyok. Megszereztük a kereket. És most... elvileg... itt lesz az a kerék. Igen. De fellököm. Futok, szaladok. Oké. Okay. Bocsi, kockoc. És enni fog vissza, ugye, mert ilyen alakú a cucc, tehát ide beletem. Így. Kire. Kiret hozva. Jól van. Szaládát szépen elhozzuk. Mi már fel tudunk mászni oda föl ahhoz a kapcsolóhoz. Turn on. A gépezet elindult. Hatalmas fogaskerekek. Még mindig nem tudom, hogy hol vagyunk, meg ti sem. Csak tippelek, hogy megint miért van itt ez a hatalmas, baromi nagy gép ezzel a hatalmas fogaskerékkel rajta. Lol, de jó a fizika. Ezt lelököm. Így. Jövök én is. Jaj, óvatosan, 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 mert átdől, bazze. Ugrás.
Jó. Itt egy nyomógomb. Aha. Fog nekünk kelleni. Valószínűleg elrontottam egyébként. Van egy ilyen érzésem, hiszen kéne lennie valahol itt. Még egy ládának valahol. Csak tudnám, hogy hol. Hiszen itt van, de hülye vagyok. Itt a másik láda. Oké, szóval ezt is hoznunk kell, ahogy látom. Igen, gyerünk. Ne. Gyerünk gyorsan. Akkor erre is lemaradok, jól van. Na, nem baj, majd a következőnél. Se, jól van. Így kell cseszni az idődet. Oké, szóval. Tartsd ott, így, ügyes, jó. Menjünk a következővel. Olyan ez, mint egy busz. Jön a következő busz. Na, sám? Oké. Na. Megjött a láda. Na, kérem, és akkor... ezt lelökik róla. Így. Így, ezt így. Utazás. Oké. Jaj, ne! Nem? Oké, akkor közelebb kell húzni. Óvatos a lenás. Így? Jó. Jump. Miért nem ugrik fel? Na, oké. Itt is valami van, valami gép. Control. Hülye! Tudom, hogy mit kell. Gyere vissza! Gyere! És itt van az a rész, hogy ott ugye áram van, tehát ebbe, ami itt alattunk van, ebbe áram van, tehát ezzel a kötéllel vagy lánccal kell valahogy átlengetni magunkat. Rá fog elindulni, mikor itt van. Akkor lesz a jó. Oké. Király. Ugrás. Van itt egy fogaskerék, meg van egy kicsi is. Ezt ide be kell tolni. Jó. Most az történik, nem tudom szintén, hogy hol vagyunk, nagyon hangos, bocsánat, szóval gyorsan elmondom, hogy elkezd elfordulni a világ konkrétan ezzel a beforgatással. Szóval ez ilyen képzeletbeli fiktív valami. Nagy rangdői. Most ezzel a valamivel elkezdett forogni az egész világ úgy, ahogy van. Oké. Elérem még, ez az. Hatalmas folyoskerekek forognak. Pokolt tornácán már milliárdok topognak. Aha. Jó, oké, meg van fejtve. A mágneses erő az egyik kedvenc erő, úgymond. Tehát ha valakinek, nem tudom, van-e ilyen, hogy valakinek van kedvenc ereje. Na mindegy, szóval nagyon... hogy is mondjam neked? Nem látod a mágneses erőt, mégis ott van. Csak érezni tudod. Ez is mutatja azt, hogy a világ több annál, mint amit látsz belőle. Ugye ez a szar, ami most futok, ez egy mágnes. Ez a hordó, vagy láda, ez egy vasláda, illetve az a lámpa, ami most éppen ott van. Az a lámpa is vasból van, és ezért a mágnes fogja azt, szóval vonzza oda magához. Ezt a kis fejtörőt is elég hamar megoldottuk, jól van. Ügyes vagyok, és itt egy switch. Egy hatalmas láncfűrésszel. Ezt eltolom. És a világ már megint forog, persze, ahhoz értesz. Gyorsan ezt idehúzom.
kicsit följebb mászok, mert be fogja kapni a lábszáramat a fűrész meg. Ez egy kicsit nehéz rész, szóval itt most ügyesnek kell lennem. Nagyon hangos tudom, szóval inkább csendben maradok. Csak nézzétek, amit csinálok. Visszajött a lágy, nyugodt zene. Ugye azt láttátok, hogy az a franc, ami ott, amire nem szabadott rálépni, ugye az áramos volt, tehát az is megrázott volna. Nos, így né. Zseniális ez a játék. Ezen a részen egyébként a játéknak csak ilyen izék vannak. Ilyen világ forgató szól, itt dőlő össze-vissza világ, szóval ez a rész, ez erről szól. Volt ugye a vizes kihívások, szóval a vizes fejtörők, az áramos fejtörők, ez meg ilyen világforgatással kapcsolatos fejtörő. Na most itt, ezt a ládát gyorsan ide tolom. Ó, ugorj, basszus. Csapóajtó. Ennyi. Solved. Itt egy pillangó. Az a pillangó tuti elvezet valahova. Egyetlen egy fehér valami az egész játékban a szemünkön kívül. Egyébként, ha észrevettétek, az egész játék full fekete, csak az ilyen jó dolgok, nem feltétlen csak a jó dolgok, ott a test. Ott a kislány, érted? És neki sem világít a szeme. Miért nem? Az ember örül, hogy végigvitte a játékot, érted? De nem, felejtsd el, nem. És ugye mondtam az előbb, hogy csak a jó dolgok jók a játék, ugye a jó dolgok fehérek a játékban, de nem, hiszen ezek a hülye férgek, amiktől megfordul az egész játék, ezek is fehérek, de mondjuk ez nem feltétlenül jelenti azt, jaj. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek nem jók attól függetlenül. Bár nyilván negatív hatásuk van, mert csak megnehezítik a játékmenetet, de egyébként ja. Szóval igen, ott láthatjuk a kislányt, akinek a megmentése a célunk. De nagy örömünkre abból a rohadt csőből kijött egy ilyen hülye féreg. Na most nem baj, mert megfordulunk. És ha minden igaz, akkor mire visszaérünk, a kislány ott lesz és vége a játéknak, ugye? Tehát ezt gondolná az ember. Na a világ egy kicsit megváltozott. A kislány már nincs itt, sokkal nyomasztóbb GPS trancsír van itt. Tehát a világ már elkezdett változni, tiszta Layers of Fear szikról. Most ide még nem tudok felugrani. Fos. It's the point, ez az. Jó, le tudtuk szedni magunkról azt a szart. Ezt a féreg turkálót. Oké. Nos, na itt ez egy nehéz része, rá emlékszek. Például oda hogy jutok el? Se baj, na. Így. Nem értem fel, de jó. Ez egy nagyon nehéz rész, hát ez récselős. Meg kell találni tökéletesen azt a pontot, ezt. Sem, mert nem jó, tehát nem jó, látod, hogy nem jó. Tehát pont akkor kell odaérj, mikor még megy a gép. Tehát mutatom mindjárt, fél elindul, de elindul. Ráküldöd. Elindul visszafele. És még úgy kell megcsípd, hogy így elkapd, fölugorj, és átugorj. Mert egy nagyobb sebesség volt, és nagyobb nehézségi szint volt. Na most kérdezem én. Például oda be, ahol volt az achievement, az a kis fehér achievement, oda hogy a bánatba jutsz be? Thank you.
Jó. Akkor csesz meg, nem lehet megszerezni. Kész. Hülye. Jó, feladom. Na, oké. Innen folytatjuk, gyere. Kicsit szenvedtem, de ha nem láttátok, már kivágtam. Lényeg az, hogy megpróbáltam megszerezni az előbb azt a kis foltot, ugye, ami az előbb ott volt. Nagyon hangos. Megpróbáltam megszerezni azt a kis szart. Ezt a fehér kis zselé csomagot, vagy nem tudom. De nem tudtam, tehát próbáltam mindent, de nem sikerült. Nem jó. Itt valami... Valami más van. Tegnap itt vettem észre, hogy nem jól veszem a felvételt, de az tuti biztos, hogy itt le kell ugrani. Ide. Aztán... Most még veszi, ugye? Veszi, jól van. Miket tapasztalni? Nem. Nagyon baszott, jól van, nagyon jó. De nem, hát most jó volt, én meg elcsúsztam, mert nem másztam fel a lehetőjét. Jó, mász, elősz. Oké, jump. És elszartam, basszus. Minél hátrébb húzom a csillét, annál jobb. Még húzhatom. Jól van. Pedig az előbb a sikerült. Nem baj, tudom mikor kell rugaszkodni, szóval ez a legkevesebb. Mászás. Ugrás. Oké. Ugrás. De ne! Szétvág az ide, komolyan. Jó. Jó, oké, na, majd most. Remélem menteni fogok, hogy sikerül. Ne tehénkedjél már rám, bazd meg, mert főkurlak, geci. A szétbasz az ideg most már, komolyan. Na hát nem gondoltam volna, hogy nevetni fogtok ezen a játékon, de sikerült elérnem, hogy nevessetek, mert ennyit balfaszkodni még soha életemben nem balfaszkodtam. Na, full sötét van ebbe a bánya alagútba. Csak Limbo szeme világít. Ugrás, nem tudom, hogy mi a szar van, de... Nem jó sikerült, na mindegy, nézzük, mit kell csinálni. Picit várni kell itt, és most fogás. Oké. Ah, ez az. Sikerült. Ügyes vagyok. A csírén állok, ami bánt engem. Jaj. Állj meg! Jó, tudom. Nem, nagyon messze van, tehát az lehet ott van itt. What the fuck? Nagyon fura nekem. És ha én innen elugrok. Így.
elkezdek rohanni, mint az állat. Szóval nem érek a végére soha. Lehetetlen. Nem baj, nem volt elég itt se, nem baj. Tudom, hát hülye vagyok, bazeg, mint egy segg. Olyan segg vagyok. Meg kell lőkni így. Mondjuk pont elszartam, de... Lövd el így. Oké, most sikerül, ennyi. Hát ha ez most nem sikerül, akkor le is fejelem magam. Na. Most mi van? Hát... Ja, oké. És nem látok semmit azon kívül, amit ez a lámpa ad. Fény. Aha, ott egy létre. Ajajajaj, elcsesztem. Jó. Oké, megvan. Ezt elfordítod, ugrasz. Nagyon hangos, szóval inkább nem pofázok. Az ott áramos. Jó, oda lehet ugrani. Aha. Jó. Na és itt most mi van? Egy láda. Óvatosan. Oda nyomom, kocra. Nem. Valami nem jó. Ezektől a részektől egyébként, bocsak kiabálok, de ezektől a részektől már nekem is újdonság a játék, mert erre a részre már egyáltalán nem emlékszik a régi játszásaimból. Úgyhogy ez most újdonság, bocsi, ha bénázok, nem direkt van itt, de... Ó, megvan. Én voltam a hülye megint. Hozzad a ládát. Így. Ügyesen lelökjük. Úgy. Jó. Szépen leugrunk és mehetünk erre. Oké. Nagyon elnyugodott a játék hang egyébként most. Ó, te. Hát még közel sincs vége a gameplaynek. Hát egy jó 2 óra. Szerintem. Ami most így itt van. Na. Elugrok így eddig. Oké. Jó. Megállok. Tönkre ment? Nem. Csak majd nem. Szóval egyet kiiktattam. Oké, erre meg nem jön el. Nagyon jó. Na most nem tudom, egy sima 2 órára emlékszek ebből a játékból egyébként simán. Nem tudom, hogy mennyi lesz, by the way. De eddig rohadtul élvezem, azt kell, hogy mondjam. Csak rohadt éhes is vagyok egyben. Ezt ide nyomjuk. Jaj, ne! Na. Ó, oké. Ez a lehetőség véletlen van itt. Semmi nem véletlen van a játékban. Bár most megint nem tudom, hogy milyen egy világban vagyunk. Ahol... Konkrétan... Meg tudjuk változtatni a gravitációt. És miért tudjuk megváltoztatni?
Ugye, hogy forog az egész világ néha, hogyha meghúzunk karokat, most meg állítható az egész. Na, itt le. Jaj, leszakadt. Na jó, és most? Mi van itt ez a létre? Mire megyek vele? Vát? Ja! Jó, oké. So. Szerintem az van. Ezt ide lökem. Fölmászok. Gyorsan. Valami jönni fog fel. Ide fel. Így van. El fogom tudni itt húzni. Nagyon jó, és akkor ez az. Na és most? Most mi van? Mert ide ugyanúgy nem tudok felugrani. Böszme! Hát mit nem kell felhozni a másik ládát, hülye gyerek? Aj, de majom vagyok. Bocsi. Figyeld. Wow. Komet, nagyon jó vagy. Hol a vége a szélének? Itt. Na mindegy, nem baj. Megvan, ez is oldva. Ügyes vagyok. Kicsit szenvedtem vele, de megvan. Oké, újabb lift.